A második ciklusunk folytatódik, srácok. Túl vagyunk az Akt 1-en, és ez már egyébként a negyedik pálya, tehát a játék felénél már túl vagyunk. Sajnos ezeket a pályákat úgy néz ki, hogy elszpoilereztem magamnak, mert itt az derülhetett volna ki, hogy vége egyébként a játéknak, de jön a csavar, hogy hiába élt le karakterünk Selena egy teljes életet, miután kimentették, halála után visszakerült az első pályára, ami most már máshogy néz ki, hiszen benőtt mindent az erdő, és ezért ez már nem az első pálya, hanem kezdődik ugye előről az egész, ez a negyedik pálya. Úgyhogy kíváncsi vagyok majd a hetedik pályával mit húznak. Eddig nagyon-nagyon élvezem. Elképesztő mód élvezem. Mint pár hete, amikor csapattuk a diablózást, legalább annyira élvezem most a returnalezést. Nem kellett volna idejönni, azt mondja. A zene hívogatja őt. Nem akar azzal nővé válni, aki őrültségeket beszél. De ja, nagyon addiktív. Pusztra! Ezek a tojások elég undik, vagy mik ezek növények? Na jó, hát akkor menjünk. Figyelem, Helios elhagyatott. Halló hullámok. Ezt egyébként úgy hívják, hogy Echoing Ruins. Jó. Na, növeljük az integritásunkat 25%-kal. Hatvárom év és én visszatérek. But far more time has passed. Helios, how old would you be now? Szuper, hogy ez is csináltak majd egyet. Nem, még nem csináltak, sztiki. Üdv mindenkinek, srácok! Korróziós ideg inger. Egyel kevesebb gyilkosság szükséges az adrenalin növeléséhez, de csökkenti a protection 10%-kal. Nope. Na, ugye megnézzük a hullánkat. Ez elég undi. Fúj. Nem igazán érdekli.
És akkor mit hagyunk ott? Ja, igen. Egy olyan szimbiótát. Ez volt az a rész, ahol a csápok ránk jöttek. Kék csápok ránk is husszantak. Követnünk kell a zenét most. Szávasz, Bazsi. Back, back. Mint hogyha lehetne lőni ezeknek a robotoknak a... azokat a tartályait. Nagy méretű, rossz indulatú gyanta. Jó, van itt teleportunk is. Ott a házunk. Oké, van waypoint. Most jön akkor valami creepy jelenet? Nem szeretek FPS nézetbe bolyongani ebbe a játékban. Na jó, köszi szépen a 7 hónap töretlen támogatásodat. Srácok, peregjenek a szegek majónak. Mi újság? Hogy mint. Mint ha valaki mozgatná a dolgokat. Szia, drágám, nem megyek haza. Nem jövök haza. Ezt mondta. Nem kellenek neki a pirulák. De azért eldobálja a dolgokat a kezéből. Hú, az, ott, az a rész nagyon sötét. Jó, ott nem lehet tovább menni. Nem engedi a játék. Festegeted a diorámádat? Oda se tudunk bemenni. Oda se. Az astronauta tuti... Megérte. Örök életünk van. Ó! Ez mint hogyha róla írna. Az űrhajós visszavámult. Acheron, az ujjai táncoltak. Ez az, ami ment itt, gondolom én. Ilyen kis robot. Köszi szépen, srácok, a pergetést majónak. Uh-huh.
delay in our adequate match. Astra found a way to... Jesus! Azt mondja, hogy engedj be, és valaki kopogtat. Ott van. Na most mi lesz? És nem volt itt. És már amúgy bent van az épületben, megfordulunk. Nem? Kisebb befoshatós jelenet. Azt hittem, hogy ez változott, de nem. Ez a polip, mintha nem lett volna amúgy eddig itt, ja. Ezek a csápok csak ölelgetni tudnak. Ez egy kocka? Aha. Oké. Okay. Ellopták a laptopunkat. Hát gondolom nekünk szól. Az Astra írta. Késett a válaszuk. Sok jelentkező közül választhattak volna. Igen. Nem vették fel, úgy néz ki. Mert a képességei nem felelnek meg a mélyűri küldetéshez. Aha, jó. Hoppá! És kirakott minket a ház, és itt van valami loot. Zenedoboz, személyes tárgy hangot ad ki, ha titkos helyek közelében jársz. Wow. De jó lenne valahogy feljutni. Majd valamikor. Majd valahogy. Szia, Misi. Na és egy új fegyó. Electro Pylon Driver. Wow! Wow! Jesus! Jesus! Ez elég betegnek néz ki. Ez a legkedvencebb fegyvered? Elég durvának tűnik nekem ez a poison ölös is, amit az előző rámba nyomta, az is elég jó volt. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog majd tetszeni. Szevasz, Zetsz!
Jó, meghalt. Hát ezt ugye eddig még nem úgy használjuk, ahogy amúgy kéne, hanem rendesen lövünk vele. Opcionális terület van arra. Na, elnézünk oda föl. Na. És nem tudunk semmit csak kivenni, mert nincs annyi obolitánk. Szívás. Ez szívás. És mi ez az opcionális terület? Dash disabled. Érzi a hullája rothadó szagát. Az kulcsos láda, és nincs kulcsunk, úgyhogy azt kihagyom. Hát nem mondom, megijedtem. Titkos környék. Azt mondta a játék, hogy titkos környék. De ugye vajon mi az, ami titkos? Sziasztok, sziasztok srácok. A környék? Aha. Nagyon titkos volt, nagyon misztikus volt. Nem bízhat az emlékeibe, azt mondja Selena. A bolygó jobban ismeri őt, mint önmagát. Mármint, hogy Selena önmagát. Sehol nem találja az astronautát. Honnan lehet ezt a játékot magyarul megszerezni? Hát sehonnan, jelenleg ilyen gépi magyarítás van hozzá, ami ilyen magyar szövegek vannak egymás mellé rakva néha, olyan feelingre. Találd meg a vízhang kulcsokat a vízhangos páncélterem megnyitásához. Hoppá. Obolita deposit. Az elme fantom rózsái. Fejlődött az elvágott nyelv. Elszakadt emlékek, az elme fantom rózsái, aki lát egy űrhajóst az elérés szélén belépni a házba. Ó! Oh. Na ez segít. Már nem tudjuk megnézni mi. Hát nem. Sziasztró, szevasztok srácok. Hát ide kell a kulcs. És lehet menni erre. Jesus!
Hát ez olyan menő, mint a... Jézusom! Hát mekkora csaló már ez a fegyver. Hát ez olyan menő, mint a dotolósom. Nagyon csaló ez a fegyó. Éter? Ja, hát az éter. Mi a... Anó. Aha, nem cseréljünk, nem cserélünk takiomatikus karabélyra. Hiába van több sebzés rajta. Ezen meg valami szilfium extraktor, vagy mi a manó van. Az ellenségek nagyobb eséllyel ejtenek szilfiumot. Az a heal. Uh-huh. Na, azt mondja, hogy kitölti az egyik nyílást a max integritás fejlesztéséhez, de fertőzött malignatással. Aha. No, kihagyjuk. Ez pedig itt éter. És arra kell tovább menni, ez pedig itt opcionális terület. Ó, na várjunk csak. Ja, de az integritás tehet tönkre. Hoppott kalibrátor. 16-osak lesznek a cuccok. Proficiency-t ad leválasztáskor. És ez negatív. Amnéziás drótkereső. Megjavít vagy megakadályoz egy malfunction-t. Gondolom itt proficiency-t fogunk bukni. Ja. Nem. Na, megnőtt a HP-nk, illetve a max HP-nk is. Elvileg itt van valahol heal, aha. Ott van heal. Jó. Aha, lehetne menteni. Csápos lények. Ez mennyibe kerül ez a mentés? 6? Majd később. Még mindig azt mondom, hogy az elején vagyunk ennek a résznek, úgyhogy nem éri meg. Zino technológiai eszköz az anyagok újrahasznosítására. Nem kell. Ezt sajnálom, hogy ezt én nem tanultuk meg. Szomorú vagyok. Ez DLC van a Returnalnak DLC-je? Kiyoshi Sama. Titkos környék. Oh shit. Oh shit.
Oh shit. Még nincs DLC? Hát akkor miért kérdeztek ilyen srácok? Ez a gépi fordítás hogy működik? Hát úgy, hogy fogják a játék szövegét, berakják a D-pálba, kiveszik, az kész a magyarítás. Ennyi. Ezt tudom elképzelni. Hogy így nyomják. Ezt is megtisztítjuk. És most ugye több HP-nk lát. Ez a spéci cucc? Nem, nem. Növeli a CD-t. Megduplázza az obolita gyűrítési sugát. Amúgy sem használom nagyon ezt a képességet. Pedig amúgy elég menőnek tűnik. Ez is egy ilyen izé, onoszláda. Úgyhogy ment ott van félig meddig magyarítás, mert semmit nem tudok a játékról. És itt nem volt az, hogy zavaró lett volna számomra. Igen, ez az, amit nem akartunk használni. Na jó, let's go, megyünk vissza. Másik ruhajel, hát erre nem megyünk rá, nagyon kevés a HP-m. Miért is hagytuk ott? Még van heal, ahogy lát. Ja, mert hogy oda nem tudunk átmenni. Jó. Oda fel kell mennünk. Ja, aha. Ez szíves. Hát ez, ha valami, akkor ez nem érte meg. Ez egyáltalán nem érte meg. Itt több mint valószínű, hogy halni fogunk. Micsoda? A területen túl szokatlanul sok ellenség van. Várjunk csak. És merre van az arra? Ja, hogy arra kéne tovább mennünk. Jó, hát akkor megyünk a másik irányba. Most ezt így annyira nem vágom. De hát majd biztos később vágni fogjuk.
Na, az gond. Az gond, srácok. Gyorsan, gyorsan eszkalálódott. Szegény második ciklusunk. Francban. Na majd ez. Addig legalább meg tudom pergetni majónak. Still changes. Was it waiting for me to return all this time? Mi a manó? Ez elég erős kezdés volt. Nop. Rossz indulatú szilfium. Opcionális hely. Ez lesz az éter? Aha. Cypher. Proficiency. Na, ott van a láda, aha. Igen, ez pont a fertőzött láda. És a másik láda, amit én nézek, az pedig elvileg erre van. Na hát, végül is jó. A semminél jobb. Ó, igen, jó lesz az. Azt a hílt, azt néztük. Ezt a hílt, azt néztük? Nem, ezt nem néztük még. Szilfium gyanta. Ennek nem kéne hílelnie amúgy? Vagy hílel, csak nem vettem észre. Bosszoljuk meg a társunkat? Megy, megy, megy és elesik. Na nézzük. Az kellemetlen nagyon. Kétféle van, vagy hílel, vagy életerő növelés egységet ad. Aha. Na hát, ilyen gyors ránunk se volt eddig. Ilyen gyors ránunk se volt eddig. Megcsináljuk. Már láttuk a tornyot. Nem láttuk? Egy meghívó. Egy ígéret. Te ne okoskodj. Nem megyünk a toronyba, hát már voltam ott.
Majd azt én tudom. Majd azt én tudom, hogy mit akarok. Ne okoskodj! Always changing, always trapped. Every way out is another cycle. Túl gyorsan lőttünk. Au. Aha. Ezen nekem eddig fel se tűnt, hogy kétfajta heal van. Azt észreálltam, hogy van, ami a max HP-t növeli, de azt hittem, hogyha már maximum a HP-m, akkor növelődik a max HP-s rész. Hát azt nem szedjük szét. Megjolózzuk. Ne jolózzuk meg? Nem. Most ez mi? Étel. És itt fent mi is van? Na, Cypher. Hoppácska. És itt benéztem, hogy merre menjek. Igen. Igen, akkor mindenképp amúgy meg vagy heal, vagy növelés. Malignálásokból is ez a két fele van, aha. Uh-huh. Jóló. Óta néz. Hát nem sokat hílelt, de hílelt azért valamennyit. Elvileg itt van még, ja, hogy ez ilyen korrumpált. Na jó. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a játék nem engedi nekünk, hogy arra menjünk. Tehát a toronyba kell mennünk. Nem a toronyba kell mennünk, akkor én valamit benéztem. Stagger Power minden egyes hozzánk rakott parazitáért, tehát ez egy parazita rán lesz akkor. Még egy fegyvernek jobban örültem volna. Tehát ez van. ...250 pénzbe kerül. Ott van egy kis heal. Kicsit nagy heal. Aha, obolita is van ott. Ott lent van még normális heal is. Megnőtt az integritás. Nem, azt nem nyitjuk ki. Jó. Megyünk arra fele.
Oscar Road voltunk. Próbáltam az obolitákat begyűjteni. Oké, elvileg itt van egy láda valahol. Aha, pont lent van. Ezt mit csinál? Képességkör adatkocka. Nice. Igen, ott van egy másik player. Hát vele most nem fogunk szórakázni. Igen, innen jöttünk. Na, itt meg ez maradt ki majdnem. Az inoglif. Jó. Itt egy szinten lejjebb van valami. Valahol. Aha. Jó. Szerintem most vége van. De mindjárt megnézzük a térképet. A térkép szerint is egyébként vége van. Yep. Ez több mint gyanús. Ilyen jó pálya, ilyen jó szoba. Láttam, hogy az egyik tojás adott obolitát. Akkor megéri szétszedni a tojikat. De lehet, hogy csak itt ebben a szobában. Bár ezek lehet, hogy csak növények, nem is tojások, de hát ki tudja. Mi baj lehet itt ilyen tojásszerű növényeket bántunk. Na tessék! Hát még egy gyanta is elbújt az egyikben. Jó, nézzük meg az átjárót. Jó. Dash disabled. Ott van egy csomó obolita. Na várjunk. Akkor úgy néz ki, hogy ebben a szobában van egy kis esélyünk, úgymond, ameddig nem jön ki minden lézer, és utána már szívás van. Hát igen, ez olyankor rossz, amikor még csak először látod ezeket a helyeket. Ez így szívás. Mert hogy a lézer most már nem tűnik el onnan. Dashelni se tudunk amúgy. Ebben a szobában. Nem baj, hát megtapasztaltuk. Most újra lehet dashelni. Azta.
Ha itt most ez gyorsabban mozog. Hát belefekszünk. Sziasztok, látom bemozott a Returnal. Márra terveztem a Peter Returnal-t. Aztán a tegnapi nap is végül az menne. Ocean Permitet feladtuk. Szia Zakika. Hát eddig most sajnos nyomjuk már egy órája lassan, de nincs szerencsénk. Ilyen PC-n elítanál? Én nagyon élvezem, Zakika. Nekem nagyon bejön így. Elvileg alul is van valami loot. Igen, sajnos ott még mindig nem tudunk végigmenni. És megint itt van ez az ajtó. Jövőli a ruhajavítás hatékonyságát, aha. A healnek ugye jó lesz. És kaptunk még egy ilyet. Jó, úgyhogy szerintem jó lett amúgy ez a PC sport. Hát nem túl kedves velünk a játék, de legalább nem az alapot kell használni. Éter az jöhet. Opcionális ajtó, nézzük csak. Nincs desselés. Hát ezen az ajtón megint nem fogunk átmenni. Én egy dolgot sajnálok, hogy ennek a játéknak a promója, a PC sport promója az így nem lett kellőképp megtolva. Menni, illetve van értelme. Teljesen azért ment, hiszen ez volt a második. Ez volt a második, hogy hívják. PS5 játék. Ha megint máshogy néz ki. Tovább lapoztak a könyvben. Tovább haladtak a könyvben. Az orákulum ödöbörgő hangja. Ja, hát most meg itt a Hogwarts Legacy mellé még jött ez is. Hát nem biztos, hogy az emberek egy ilyen játékot vesznek meg helyette vagy mellettem. Itt még ugye eddig nem jártunk ebbe a szobába. Ja, a volong az március 2. Mi megy a tévébe, úristen?
Nem tetszett. Valaki itt lieg a telefonba. Teja. Megint egy kocka. Ja, a Volong az jön a Game Pass-ba, ha jól láttam. Meg most ez a mókás Atomic Heart is benne van. leülünk a kanapéra és nézzük a angya focit. Okanogába egy tragikus baleset történt valami kocsival. Súlyos gerincsérüléseket szenvedett Thea. Sértetlenül túlélte a lánya. Ó. És a hang ugye onnan jön. Ott van. És most már itt tovább tudunk menni. Amerre eddig nem tudtunk menni. Thea lehet az anyukánk. Megint kirakott minket a ház. Hoppá! Hoppá! Micsoda? Ismeretlen lelet, potenciálisan előnyös erekje. Űrhajó modell, úgy tűnik, hogy pozitív hatással van a Dash-re. Igen. Na mindjárt megnézzük, hát a változott a leírás. Azt mondja, hogy... pozitív hatása van a Dash-ra. Ez mit jelent, srácok, vagy majd ki fog derülni? Gyorsabban tudunk Dash-elni, gyorsabban töltődik a cooldown. Azt lehet ugye érni, hogy a magyar fordítás vállalata, mert ugye ez gépi fordítás és nem a magyarítások uralva. Hát... mivel a sztori elég zavaros, katyvasz, mármint így jó értelemben, hát szerintem, ha annyira nem megy az angol, akkor valószínűleg adni fog hozzá. Tovább tudunk dash-elni? Ó, még kell begyűjteni Cyphert. Tíz éterért cserébe 100 obolitát ki tudunk venni, hát ez nem olyannak tűnik, mint amire azt mondom, hogy ez most megérős. Hát akkor segíteni fog ezredes. Szia, Hydrobossz! Felkelteni attakok parancsot, hogyha beírjátok, akkor meg tudjátok nézni, hogy mikor, mivel, mennyit játszottam. Amúgy nyomtam, ja, de nekem nem jött be a kontrolleres irányítás miatt. Meg lehet értni vele a sztorit? Hát... akkor inkább még várja magyarítások.hu-sra.
sok értelmetlenség lesz bennem. Integritás növelés. Űrhajós figura nem akar elengedni, ugye ez ad nekünk egy újraéledést. Adrenalin szintenként 5% weapon damage. Jó. Úgyhogy ja, nyomtam, de úgyhogy egérbillentyűzettel célozhatok, azért teljesen más számomra ez a game. Ezt a mentést, ezt az a gond, hogy most ezt így nem értettem meg, mert hogy nem néztem meg, hogy ez angolul micsoda. Szerez mentést a következő 3 gyilkosságból, utána leválik ez. Nem vágom, hogy mit jelenthet. Na, enemy. Na bakker. Szerintem halunk. Hát erőteljes halások lesznek. Ja. Sajnos most halunk. Keményem. A negyedik pálya megmutatja nekünk, hogy nem egy gyerekjáték. Eddig itt haltunk a legtöbbet. Hát adunk bele 3 étert. Na mit tud ez? Fokozza a reflexeket, lelassítja az időérzéket. Vad. Basszus. Két indokolatlan sebzés is belegyűjtve. Hát most bármi áron nyitni fogunk ládát. Gyorsabban eltűnik az obolita. Ja, tényleg ilyet tudunk lőni. Jó, itt lesz teleport. Ez nem olyan teleport. Ó, és ez meg kulcsos. Még egy cypher, alattunk van heal. Igen, ez éter. Electro Pylon Driver. Ó, igen. Ez jó volt, ez nekem is tetszett. Nem nyitjuk ki. Most ezzel így elégedett vagyok. No.
Ja, olyan, ami healt ad. Healt adó. És van rajta egy finisher is, az pedig növeli a kötél sérülést, amikor az ellenség alacsony életerővel rendelkezik. Mi az a kötél sérülés? Chain damage, gondolom valami olyasmit jelenthet. Ez elég jónak tűnik ez a fegyó. Ahhoz, hogy én ezt most így lecseréljem. Egy pillanat, valamit látok. Jajajaj, ez a póznás, igen. Ez a póznás. Ja, látom. Másik papnak a pap. Másik mapnak a térképét néztem. Azonnali maxos adrenalin. Hát ez így majd a fight közben. Boss fight közben jó lesz. Elszóltuk. Na nézzük, meg tudjuk-e ölni. Ahhoz sajnos fel kell mennünk. De szerintem a póza működött amúgy rajtam. Ez a ritenet tök jó amúgy, annól én is elkezdtem, de hamar magunktam még ott az elején. Pedig te izé nagy kontrolleres vagy, nem szférakarcoló. Az szerintem a legnehezebb ennél a játéknál, hogy el kell fogadnod, hogy a halál ebben a játékban olyan, mint a Souls game-ekben. Könnyen megtörténik. És nem minden fegyver való neked, nem minden build jó neked, meg kell találnod, hogy mi az, ami neked tetszik. Alkalmazkodnod kell éppen ahhoz, amit éppen ad a pálya. Úgyhogy ez nem éppen egy casual friendly zsáner. Jaj, te is béna vagy kontrollerrel? Engem zavar. Engem zavar, a béna vagyok. Itt van valami olyanunk, de lehet, hogy már ez előző rámba volt, hogy erősebbek vagyunk, hogyha több ilyen izé van rajtunk. Az lehet, hogy nem is ezen a ránnál volt. Valami artifakt, de nincsen artifakt. Nincsen artifaktunk. Annak ott kéne lennie, de nincsen. Nő a melee cooldown, dash cooldown, de nagyobb lesz a sugár, biztos, hogy nem. Nope.
nap. Ja, hát igazából mehetünk tovább. Ott vannak a hílek. Ja, tetszik amúgy a sztoria. Ilyen rejtélyes. Ó, oh, és mellé nyomtunk már megint. Jó, egy mínusz, jött a kövér. Gyertek, gyertek! Jó, jó, jó. Alul van még valaki. Azt a rat. Na most ez a random úgy esélyesebb. Kontrollerben nem tudtam megszokni, hogy ilyen két lépcsős haptikus volt a trigger, amikor jön felém sense lövedék, amiket dodzsolnom kell, közben meg figyeljek, hogy mennyire húzom meg, hogy ne alt fegyver legyen, hát kösz. Igen? Azt mondom, hogy nekem nagyon tetszett a... Az, hogy nekem a haptik azt tetszett, az adaptív triggerre gondol, azt gondolom én. Jaj, jaj. Sérülő és szenved, amikor antropián kéz. Nop, semmi gond. Semmi gond, ez már csak ilyen. Ja, szóval, hogy nekem a haptic feedback, ahogy éreztem az esőt meg minden, az így nagyon klassz volt ebbe a gameben. A ravaszra abszolút nem emlékszem, hogy az milyen volt így élményre. Na, tehát itt oda föl lehet menni. És itt is van heal. Az opcionális terület pedig erre van. Neked működött? Neked bejött a Returnal-nél a kontroller? Aha. Ezt néztük mi? Ja, néztük. Engem nagyon zavart, engem nagyon frusztrált. Hát ezt most elengedjük. Most is elengedjük. Egy ilyen korrumpált hél. Sebzés növelés 300 obolitáért cserébe. Az komoly. Hát sajnos annyi pénzünk még nincsen. De rajta vagyunk. Rajta vagyunk a pénzszerzésem. Na nézzük. Hoppácska. Hoppá, aha.
ez legalább lót volt. A másik meg csapda. És ez? Ez is csapda. Igen. Ez éter? Éter. Túl nagyot dash-eltünk. Na, milyen két itemünk van? Az egyik reflex, tehát hogy leáll az idő, slow motion van, a másik pedig max adrenalin. Jó. Ezzel a fegyóval szerintem nem lesz különösen nehéz elérni a max adrenalin szintet. Én úgy gondolom. Kulcs. Jó. Még egy ilyen időlelassító cucc. Még egyelőre nem hallom. Nem hallottam, hogy hol kattog. Speed blow, akármi. Blaster vagy mi a manó. Ha és valahogy oda is fel lehet menni, aha. Ott van fönt heal. Sajnos még kevés a HP-m. Az eldobott obolit a 3 másodperccel tovább tart. Ez amúgy elég király. De ha ingyen kapnám, akkor jobban érdekelne. Mint így, hogy fizessek érte 125-ot. Van olyan fegyver, amit igazán magaminek érzek? Hát az a Techno akármicsoda, az tetszett nagyon. Tetszett a legutóbbi, az a méregköpő, savköpő, meg amúgy most ez is elég király. Ripper hatékonyság csökken, viszont automatikus javítás van. Nem vállaljuk be. Inkább többször akarunk heal elő. Ez boss fight közben nyilván jó lenne, de ennyit nem ér a dolog. Itt is kb. Ezért jövünk. Az ételért többit. Bár itt meg pont jó lenne átmenni, viszont nem tudom még, hogy ezzel a piros lávával mégis mi a fenét kéne kezdenem. Úgyhogy hát addig nem megyünk át, srácok. Amíg erre nem találok megoldást. Megint a ház, ugye? Na nézzük.
Mit mutat nekünk a ház? Már ha persze beenged. Hát persze, hogy beenged. De ez most átvezetőnek tűnik. Mi a fene? Mi? Még csendbe kell játszanom. Hagyjuk már. Nem alakított neked PC portra, igen. Uh-huh. Biztos kiskölök játszik a Returnal-nál. Az a zöld kis izé, ami ott van, az olyan ismerősnek tűnik, mint hogyha az Selenának is lett volna. Az a cucc. Solar Run. Na nézd meg, ő is csápos lényeket rajzol. Uh-huh. Ott van. Ott az asztalon autó. Esik a játékon belül, ahogy látom. Itt van az űrhajó. You're always breaking down. Hogy bekukucskált. Szegény űrhajó. És ez az a ház. Jó, értem a célzást. Biztos, hogy... Az ott Tain képe. Akkor ezek valószínűleg mi vagyunk amúgy. Selena csak kiskorába. Nem. Akkor ez Selenának a gyereke. Nyolc perc, 36 másodpercig kell melegíteni a kaját, srácok. És akkor minden jó lesz. Olyan sötét van. Itt az űrhajós. Csumi űrhajós. Jók itt a szólamok. Akkor nem mikrózunk? Nem lehet vele beszélni? Jó, hát akkor mehet a műzdizés.
orbitális műzlink van. Szerintem az asztal... Aha, ez pont elég lesz. Igen, az a három szem. De az asztalon óta megettem. Azt mondja... Egyszer volt, hol nem volt Matt. Ez most már Life is Strange lett. A gazember egy csoki medúza. A mi cukorfalatunk a buborék pillangó. Korall király nő. Mert a csoki medúza. A gazember a csokoládé medúzával és ők ellopta a boszorkány elsüllyedt kincseit. Ölelte a mélységi fényeket extra szorosan. Mert a boszorka. Ellopták a boszorkány elsüllyedt kincseit. Vége. Ez annyira király volt, hogy az asztalata inkább lelépett. Ott az a gonosz napocska. Nem creepy. Egyáltalán nem creepy, srácok. Ettünk három műzli szemet, mert mehetünk vissza kockulni. Mit szóltok? Helios. De Helios nem akar beengedni. Nem is tudom kinézni. Ott van. Octo. Ő is megölel minket? Mert hogy ismét megölel minket? Ez a ház minden ránon van? Szerintem addig van ház, ameddig tud mondani neked valamit a ház. Ott van. Szia Dani, szia Laca. És szerintem nekem nagyon sok mindent mondhat a ház, ugye, mert elég sokáig eljutottunk. Jézus, ő is csápos. Van-e infónk a holnapi megjelenésű Forestra? Mármint, hogy véleményünk? Mármint, hogy holnap jelenik meg? Ja, hogy az a fura, hogy nem lett írva az ár. Ja, értem. Potenciálisan előnyös erekje. Két irányú rádió. Személyes tárgy úgy tűnik, hogy pozitív kapcsolata teremt az Aether és a Protection között. Hogyha ebből a házban játszódó horrort csináltak volna, tuti 10/10 beszarás horra lett volna. Végignézhetnéd, tehát játszhatnád a Returnát úgy is, hogy nem kell lövöldözned a gonosz ellenfelekre, hanem csak így... Minden, ami itt zajlik, és nem a házban, azt így kivágták volna. Mi erre gondolsz? Nem tudom amúgy, Dani, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a Forest. Hát ugye annyi, hogy early access. Megint ugye a kulcsokat kell megtalálnunk, ez most megint kemény terület lesz. Na nézzük.
Ja igen, ez, hogy megint tudunk éterért obolitot kivenni. Azt gondolom, ja, ezt még nem ismerjük jobban. Mi megjelent a forest? Ez a Sands of Forest, vagy mi? Igen, űrhajós figura ad újraéledést, amúgy az király. Adrenalin szint. A 2% a damage-ünknek az adrenalin szint alapján növeli az integritásunkat. Szóval jobban érdekel, mint az, hogy újraéledjünk. Tehát, hogyha mondjuk 5-ös az adrenalin szintünk, akkor 10%-ot is javíthat. Elég op cuccnak tűnik. Az gond. Ja, az adrenalin pióca, igen, igen. Hát, ezt nem kell. Nem akarunk meghibásodni. Azt hittem, hogy gyorsabb leszek. Szia, Phoenix! Korrumpált láda. Cthulhus lények, azt mondom? Na, adjad az ételt. Jól van. Srácok, mehetünk tovább. Nézzük az egyik opcionális területet. Van időlassításunk, és ez nagyon fontos. Repair efficiency 200-ért. Amúgy ez is nagyon király. És mit tud a másik opcionális terület? Kulcs kell hozzá, az szerencsére van. Az elszakadottak még mindig itt vannak. Broken bodies and minds. They've ascended. The severed achieve clarity and madness by climbing the throne of exaltation. My father once sat atop it, every organ pipe chanting in a way I never could. Mm-hmm. Most nem tudom, mennyi jobból itt lesz. Nem. Mondjuk meg lehetne tisztítani, de nem a... Tehát, hogy á, nem. Nem ér annyit a dolog. Hát, most ezt is felveszük, egy kicsit heal-el. Ugye ezt a heal-elést az öléssel kellett volna megoldanunk. Na, 143 obolita. Azt mondja, hogy kaphatunk egy eszközt. 75 ér. Hát, egyszer érünk. Hát ez heal, gyakorlatilag nem? Így van. Hát ez itt nagyszerű helyen lesz. Ha kell, majd ide vissza tudunk jönni. Megyünk tovább. Elszúrtuk.
reloadot. Ez így elég kényelmes volt, nem? Jól, jól. Jó. Na most lehet újra tisztogatni. Javítja az összes meghibásodást. Nice, nice. Mi a másik a cuccainknál? Azt mondja, hogy adrenalint maxra tol. Aha. Másik meg az időlassítás. Szevasz, Phoenix. Hát, ez biztos nem. Az ott korrumpált alul. Aha, 17-es, igen, igen. Már ilyen keménybe vagyunk. Van fönt valami lót. Wow, még egy adat kocka. Menjünk tovább. Benne ragadt, azt mondja. Xenotech Prisma. Állandó frissítés. Mindjárt olvassuk. Azt mondja, Xenotech Prisma. Azt mondja, egy további fogyóeszköz helyett nyer. Akkor most már tudunk hármast is nyomogatni, vissza lehetne menni akkor amúgy. Ide, gyere! Jó, jó, jó! Szóval másik ruhát is érzékelünk, azt meg kéne néznünk, hiszen elég jó a arán eddig, vagy pont, hogy hanyagolnunk kellene, nem tudom. Ez ismerős terep. Na.
Azt nézem, hogy nem sebződtünk. Boszorkányság! Megijedtem azért. Miért nem sebződtünk? Valaki esetleg ezt tudja? A sikeres overload sebességet és védelmet ad. Hát én ezt úgy oldottam meg, hogy ne kelljen kilépnem a Resident Evil-ba, hogy el se indítottam Konix. Elvileg előttünk van egy enemy valahol. Basszus, és a másik út leesett. Round Surge. Felnyársalja a legközelebbi ellenfelet. Másik itemünk leesett. Itt van. Nem volt valami parazit, ami három sebzéstől megvált? Nem, az nem itt volt. Az nem itt volt. Azt hiszem. Bár most már kezdek összezavarodni. Igen. És akkor loot az meg itt van. Ha, és itt van, akit meg kell bosszolnunk, és itt van még egy adatkocka. Egyszerre csak egy ilyen lehet nálunk. Mert akkor nem is veszük fel, mert van. Hát egyértelmű, hogy bosszú. Még akkor is, ha fáj. Na, mutasd, mit csináltál. Ide látom, hogy béna fegyvered volt, azért haltál meg. Az komoly. Termogéne kilövő. Hát, gyere amúgy. Ezt is fel... Ja, hát amúgy nem tudjuk. Lövedék. Igen, ez meg képességkör. Lövedéket, a lövedék. Hát ez gyorsan meghalt. Amúgy. Egy jó csere volt-e? Nem, ugyanaz a fegyverem van. Igen. Ja, mert rezetelődött az adra, ja, mert eltaláltak, azért nem jött kék cucc belőlem. Szerintem az lehet. Igen, most aztán potyogtak hílek. Elég jó ez a fegyver. Ez a fegyó ilyen heal szívó.
anti-energiaimpulzus. Jó. Lehetett volna az időlassítást használni például. Igen, HP növelés, sajnos az ilyen, alig nő a HP-nk. Ennyi HP-nk van, 115%. Hát ugye a 200-at jó lenne elérni. Na de itt még nem jártunk, úgyhogy ez egyelőre új. Ez miben más? A vízhangkulcs. Ó, igen. Már értem, hogy ez micsoda. Gyertek, obolitok. Na, 200 az nagyon jó mennyiség, de már nem emlékszem, hogy miért. Hát ezt a sok alien tojást nem nézem át, srácok. Volt valahol egy shop. Talán amúgy ez volt az. Az ugye az eleje, nem baj. Shop az valahol itt volt. Lehetne astronautám is 250-ért, lehet, hogy inkább az kéne. De nem emlékszem, hogy itt mi volt. 200-ért a heal még többet heal-el. Hát... talán ezzel többre megyünk, ha már amúgy is ennyi HP potyog belőlünk. Mármint az ellenfelekből. Akkor talán ez így még jobb, nem? Na várjál, elvileg maximum van az éter. Olyan lehet, hogy maximum van az éter. De esetleg kiszedtem 100-at, mert sárgán világított. Vegyes érzéseid vannak a játék a kapcsolatban? Na. Igen, 30 a max, aha. Jó, gondoltam. Ez mi a fene volt? Jaj, jobb alul néztem, ott volt a sárga. Igen, 30-eket 20-on, akkor lehet 20. Nem, 30 volt, csak elköltöttem, ugye. Bepakoltam 10-et, hogy ne legyen maximum az éter, és akkor kapok érte 100 obolitot. Ja. Azt nézzétek. Még nőtt az integritás. Szia, Rednecks. Na, azt mondja. 125%-nál járunk most. Kívül majd le kell cserélni ezt a fegyvert. Hasonló EO-ra. Szia, Frigó! Üdv mindenkinek, srácok! Iszonyatosan durván jön a HP. Ha ebbe a rámba nem, akkor valószínűleg sose érjük el a 200%-ot. Iszonyatosan durva damok vannak itt, srácok. Ez éter lesz, így van. És arra kell amúgy tovább menni.
ha lehet menteni. Igazából mentünk, mit szóltok? Mentünk egyet. Egyszer érdekel is, de valahogy ez a meghalsz újra kezded a Hadesban még oké. Okay. Aha. Pedig ez ugyanaz. Ez ugyanaz ennél. Ugyanaz. De lehet, hogy ez frusztrálóbb amúgy. Valószínűleg az atmoszféra is sokat hozzátesz. Szevasz balog. Na hát megint egy csapda. Három láda. Wow. Na ez a Rod Glenn Robber, ez volt az, ami így nagyon jó volt. De most ez amúgy jobban tetszik, ami felkél nálam van. Úgyhogy ilyen Ereklop Ironosat szeretnék. Ez mi? Hát ez szívás. Ez szívás, egyik sem az. Ja, Géles, én is úgy játszom, hogy... Én is úgy játszom amúgy, hogy nekem nem tetszik ez a nyomasztó izé. De egyben amúgy érdekel is, tehát, hogy a nyomaszt, de érdekel is. Disco Frame-hez hasonló a harc? Szerintem igen, mert az... Mondjuk én azzal nem játszottam, de úgy tudom, hogy az is hasonló. Ez hasonló. Na, ennyit meg tudtunk csinálni, obbolíták. Még azt is fel tudtam volna venni, hogyha ügyes vagyok. Nem tudom amúgy. Látszok. Majd ti megmondjátok. Komolyabb, mint egy Risk of Rain? Hát a quality-ben biztos, hogy jobb. De hogy mechanikailag milyen, azt nem vágom. Na nézzük. Ez is egy ilyen barátságos zóna. Hú. Jézus atya úristen, mi a fene? Lassítjuk az időt. Hát ezt nem akartam most elnyomni, de muszáj voltam, mert ez elég kemény volt. Nem nagyon dobott healt. Nem a játék ijesztő, nem így, ahogy én reagálok rá. Ó, hogy itt vannak ezek a szemek. Aha. Itt vannak szemek. Nekem fel se tűnt. Hello. Mi van még ott? Ja, az nem érdekel. Oké, itt is vannak hílek. Nem már!
Tervezem el 100%-on a játékot? Nem. Csak végigjátszani. Aha, érezhető, hogy jobban hílelnek a hílek. Kulcs. Rossz indulatú szilfium. Kettőért meg lehetne tisztítani. Aha. Na tessék! Bónusz sebzés. És ezen is szilfium extraktor van, meg finisher, annyi a másabb, hogy penge harmonizáló is van rajta, amit ugye még először be kell kapcsolni. A növeli a közelharci sebzést, amíg ez a fegyver fel van szerelve. Aha, ez nagyon jó. Oké, akkor ez már is kevésbé érdekes, mert nem millizünk. Jó, millizünk, aha, muszáj. Xeno archívum. Even years later, I still dreamt of them. A tree riddled with eyes. Egy szemekkel teli fa. Speedmo Blaster. Nem tetszik ez nekem, srácok. Visszhangzó romok. Hétlábú gerincesek mészárlása. Oké, ott van a második rész. Egy ilyen után az előző akton ilyen nagy fájtok voltak. Egy ágy, amit csápok nyeltek el. Nagyon barátságos. Proficiency rate-et csökkent 15%-kal. Az jöhet. Mert adrenalint növel. Az adrenalin meg kell a diethez. Fönt van valami, ott jelez valamit. Ez mit jelezhet? Azt mondja, hogy Xeno archívum. Á, értem. Tovább. Szerintem, hogy te úgy játszod, amúgy, hogy értelmezed a játékot. Ja, ez a szoba ikonja, igen, igen. Hát srácok, ez szerintem off-os. Ez szerintem elég csúnyán off-os. Szerintem az most még off-os, nem tudunk olyanokat csinálni. Egy kérdés, igen vagy nem lehet a válasz rá. Át tudunk oda most menni, vagy sem? Az is válasz lehet amúgy, hogy nem tudom. De gondoltam, hogy olyanok válaszolnak majd erre a kérdésre, akik értenek hozzá. Talán. Sticky, milyen titokzatos vagy. Na, az a helyzet, hogy lett annyi obolitánk, hogy még az újraéledést is meg tudjuk amúgy venni. Csak megéri ezeket a csápokat, vagy mi ez, tojásokat szétszedni. Nem, amúgy még nem, majd kell hozzá valami későbbre. Aha, ja, akkor jól gondoltam. Sajnos a vizes dolgokkal is ugyanez a helyzet. Ott vagyok. Na,
Hát nekünk ez kell. Na, figyeljetek, már van valahonnan egy újraéledésem. Azt mit csinálta vajon? Szóval mindig minden lőszét, minden tojást, lehet bennük sok hír meg parazita. Ja! Szét kéne amúgy, de olyan sok meg undorító van. Nem ezt akartam, shopot akartam. Penge harmonizáló egyes. Na nézzük. Ti tudjátok, hogy mi az, ami, amitől újraélethetünk egyszer? A healünk integritásunk 125-ig ment fel, aha. Használtad a Zino cuccot 6 éterért, nem? Tényleg. Argent figyelt. Na tessék, még egy újraéledés. Heal. Ja. És ez meg rossz indulatú. Van a White Shadow, most meg van a zene. Why has my transfer been delayed? I have ways to deal with that. Delusions. No, they're helping me stay balanced. I've made a lot of progress. Sokat fejlődött, azt mondja. Ha maradt volna, akkor nem történik meg vele ez a csoda. Azt mondja, hogy lehet balra menni, ha meg lehet föl is majd. Fel kell másznunk a toronyba. Egy jó kis toronymászás. Azt mindenki szerette. Halló? Halló? Aha, ez majd tovább visz minket, srácok. Ez tovább visz majd a következő pályára. És oda kulcs kell, így van. Ez a végtelen dal kivérzik. Negatív profécia? Felemelkedés. Hyperion várakozik a toronyban. Újra hallottam a zenét. Hyperion! És te pedig... Hát ő ott le akar vetkőzni. Azt nem nézzük meg. Hyperion! És
sötét visszapillantó tükrön keresztül látom, ahogy az őrület tojába zuhanok, ami sebeket ejt. Jobb lett volna, ha bizonyos ördögök nem kívántak. Anyám hazudott, csak fájdalom. Parazita kivonó. Hoppácska, nem kell. Sötét visszapillantó tükrök nem viccesek? Na majd meglátjuk a sötét visszapillantó tükröket. Ott egy láda. Technomatikus karabély, 21-es szintű. Pióca lövedék. Ez jó amúgy. Nagyon para, hogy itt most meg nincs senki. Ennél a torony megmászásnál. Na, nézz. Ohoho. Ott van valami. Tessék, ezt a Cyphert majdnem itt hagytuk. Módosított oldalfegyver, hát nem megérős. Egyre erősebb a muzsika. Hyperion zenész lehetett. Most valami történik. Jött a fézváltás! Ez már új. Nyilván elszúrtuk. Jézus! Adrenalin érezet. Hát nyilván elszúrom az összes reloadot. Azt nézzük már meg, hogy ilyen felszerelésünk van. Azt mondja, hogy felnyásolás.
Annyit látok, hogy nagyon fáj neki. Meg nekem is mindjárt. Egy kötelező halált azért vágjunk bárbe. Jó. Silence the song. Silence. It was too much. Too much. Törött kulcs, a törött átjáró megnyitása. Köszi, köszi. Köszi, köszi, srácok. Ja, én amúgy ide jöttem. Most ez először, hát amúgy arra volt, azt hiszem. A rotos fegyvert szerette? Ja, 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 az nagyon zsír, az nagyon zsír, Argent. Nekem az előző sikeres ránom az azzal volt. Érse is van a magyar felület? Nincs. Igazából PC-re sincs ez ilyen valami gépi magyarítás. Na már 20-as fegyvereink látnak. Integritás növelő. Jó, mehetünk tovább. Ugye ez volt az a terület, ami ilyen sivatagos volt, ilyen homokos volt. Töredezett hulladékok. Fractured wastes, azt hiszem úgy kell mondani. This isn't. No, it is. The same coordinates as the desert. I recognize the mountain top, but where are the rune structures and Helios? When are we? Azt kérdezte, hogy Helios, mikor vagyunk? A gletszer leeleszkedésének kezdetem. Le kell ereszkedni a mélységbe, azt mondja. Azt nézem, hogy sajnos az az újraéledésünkkel is veszett azzal, hogy átjöttünk erre a pályára. Viszont ez meg úgy néz ki, mint valami lobby egyébként. Ahova most megyünk. Hadal kieket kell találni. Elpusztítja azt, ami elpusztítja őt. Hát amúgy nyomjunk egy ilyen rekonstruktort, tehát hogy ez jó. Éterünk is van amúgy most egy csomó. És akkor lesz ezen a területen egy újraéledésünk. Hú. Hát most innen nem tudunk úgysem mit venni, de azt megnézhetjük, hogy mik vannak.
Integritás javítás, erősebb közelharci támadást tesz lehetővé, és sárga gátakat tör át. Na, ezt meg kell venni. Hát mondjuk nem, nem kell megvenni. Műszaki történet. Közelharci gyilkosságok energiakitörést generálnak. Speed és Protection 300-ért. Na végre. Új tárgy feloldva. Lövedék portált. Portált hoz létre a levegőbe, amely lövedékeket lő az ellenségre. Wow. Van egy opcionális, lehet, hogy azzal kellene kezdenünk. Na, mit olvashatunk itt? Ikor vízes és gubó, a teremtő pusztító a medencébe süllyed. Egy elfojtott emlék. Rápatintotta a felkarra, meg az alkarra is, mindkettőre. Próbáld mostantól ellenáll veszélyes területeken. Prometheus szigetelő. Wow! Egyébként ahhoz képest nem rossz. Néztem a No Man's Skyhoz. Néztem a No Man's Skyhoz, és hú, már azzal fogadott, hogy nem Man's Sky. Ja! Na, tehát most már ugye ez a kézre szerelt cucc arra jó, hogy a pirosságban nem fájnak a dolgok. Megérte kinyitni ezt az ajtót. Egy kulcsért, ugye? Na nézzük az elsőt. Ez egy portál. Hova visz minket a portál? Aha. Nem. Kidobták az Olimpostól. I, Rose, Okagana, Venna Chistix, I left, csillagtérkép, űrhajós mindig követi. Ja. Hát itt ugye mi baj lehet? Na, gondoltam. Hallgassátok a csendet! Szingularitás, a pusztító a sötétségbe ment, és nekem követnem kell lezuhanni. A felszabadításom megvan, átmegyek, nem kívánt ölelésen, az asztronauta. Jaj!
Amiket nem lehet staggerolni. Az a probléma. A malfunctionok súlyosabb hatásokkal járnak, a gyártási költségek 15%-a csökkentek, az nem tudom mit jelenthet. A fabrikátor olcsóbb. A malfunction meg durvább ezek szerint. Tehát nem malfunctionozunk, hogy igazából ez jöhet. Már amennyit kiveszek ebből a broken magyarból. Jól láttam, hogy itt a végén van egy náda. Szia, Predrog! Oké, arra például heal van. Nop. Mondjuk oda be lehetne nézni. Ez itt éter. Arra kell menni, de erre opcionális terület van. Jövőre még nem támadtak meg minket. Hát akkor be lehet menni, csak nem könnyű. Na nézzük a fabrikátort. Protection 10%, weapon damage is 10%. Aha, csak hát ez ugye obolita kell. Ugye ezen nem tudunk átmenni. Nem vettem meg azt. Nagy. A nagyot azt nem használjuk el. The astronaut was more present back then. I'm not sure if it's avoiding me now, or if it learned to be more secretive. There is a pressure in the air that never breaks. It's always ahead of me, always building, always. Ezt nézem, hogy hogyan lehetne itt tovább mennünk. Oda majd, ugye meg kéne talán, talán onnan? Én azt amúgy nem láttam olyannak, mint hogy ott át lehetne menni, de hát megnézzük. Hát nem. Jó, tehát akkor itt lesz nekünk heal. Ezeket, mint hogyha most úgy néz ki, mint hogyha ez egy szerencsejáték lett volna, és én pont az obolitosat nyitottam ki. A lila mi az olyan, ami ilyen fertőzött? Weapon damage. Védelem. Lehet, hogy lesz ennél még hasznosabb dolog is. A hírt is most ugye ott hagytuk, hogy majd később vegyem fel. Itt van. Malfunction történhet, és a malfunctionre, tehát hogy arra mentünk, hogy ne legyen malfunctionunk. Protection 15%, nem? Ez nem kell.
Az ugye. Oké. Megnőtt az integritásunk, mert ez ugye a gyanta volt. Gyantával nő a plusz HP-nk. Még egy adatkocka. Ebben a játékban azt tanultam meg, hogy sosincs semmi fontosabb, mint amihez éppen abban a pillanatban hozzájuthatsz. Igen? Szia, Androb. Szevasztok, srácok. Basta. Jók vagyunk. Nagyon nem tetszik ez a hely, hogy nem lehet staggerelni az enemit. Most látom. Azt látom, hogy maximum van a HP-nk. Ja, vannak ilyen challenge-ek a malfunction-nél, igen. Hol is van az a loot? Jó. Aha. Ugye most itt az volt a fontos, hogy jól ki legyen használva. Ez a nagy heal, és most kettőt adott max integritásra. De ez oda miért akarnék menni? Hát ez egy zsákutca. Lekas. Nagyon jó, Androb. Nagyon tetszik. Új. Honnan jött? A szemétje. Jaj, az ideiglenes, a sárgán villogók azok ideiglenesek. A Rip Loot Goblin. Nagyon jó. Ezen most van aim rá segítés és PC-n kontrollán játszol? Van aim rá segítés, ahogy én láttam, aha, de egérbillentyűzettel játszok. Ja, majd akarom csapatni Stikia március közepi bétát, ja. Na ne, hogy pergetjük a Diablo-t. Szia, Biáde, szavaztok, srácok. Nope, azt kihagyjuk. Áj, sokaknál város, ha? Én így. 135%-os az integritás, 200-ig kéne eljutni, hát szerintem amúgy az felejtős. Pedig azt hittem, hogy ha valami, akkor ez a rám majd így hozzá segít, de... És már kételkedem. Integritással alakító bolitokat.
Az a másik enemy, az nem tudom, hogy hol van. Így azt jelzi, hogy ott benne van a falba. De ezt nem igazán értem. Visszatértünk a visszatérőbe, így van. Így van, így van. Aha. Milyen érdekes. Az egyessel hílelünk, a kettessel mit csinálunk? Lövedéket lövünk az enemire. Aha. És bemutatkozott. Huszármas Rodgland Lopper. A fegyverek azok itt maradnak ezen a pályán, igaz? Ezt csak azért nem vesszük fel, mert ez a Silphium Extractor túlságosan kell a buildünkhöz. Mint ahogy látjátok, itt is nagyon jó volt. Úgyhogy... kipróbálni lehet, jó lenne, de... nagyon kell ez, nagyon kell. Na és ő adta a Hadalkit. Sophie, szia, szia! Jó újság. Most, mint mostanában. Három kulcsot kell gyűjteni. Szabad erre engedem a titánokat? Rég láttalak, Sophie. Hamarosan sötét vizekbe süllyedünk, ahol minden fényt elfolytanak. De kíváncsi a karakterünk, hogy mégis mit láthatunk ott, ahova semmilyen fény nem jut át. Múltkor nagyon morcos voltam, mert feltűnt, hogy milyen rég nem streamelsz, megnéztem a menetrendet, ami ki volt töltve, rátkerestem és nem követtelek, amit nem értek, hogy hogy történt. Az komoly. Néha a Twitch kikövet, ezt én is észrevettem. Néha a Twitch kikövet streamereket, jajaja. Ez nekem is nagyon furi volt. Köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen a másfél évet, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Ja, nekem is volt, és az a helyzet, hogy ez a hiba már évek óta fennáll. Műszaki történet. Azt mondja, hogy A oldalon low integrity, gain 25% proficiency. Na, itt most ezt nem értem. Itt most azt kéne csinálnunk, hogy kilépünk, kiveszik a magyarítást, aztán megnézzük, hogy amúgy itt mire gondoltam. Ez biztos hiba, nem csak valami takarítás, mint a YouTube-on, néha. Miért a YouTube-on is van ilyen? YouTube-on én azt még nem vettem észre. Ez valami emergency akármi. Returnal emergency alkalmaság, az mi lehet? Az lesz a proficiency? Sufficiency?
Hát kevés HP-nál 25%-kal több proficiency-t kapsz. Ja, hát oké. Ez ennyi, tehát hogy ennek nincsen mellékhatása, akkor ha jól értem. Hogy ennek nincs semmi mellékhatása, fölveszünk. Itt a bejelent meg csoda, hogy ilyen van. Hát, ez igazából annyi, hogy kicsomagolod a játék fájait, bevágod a deepelbe, amiért talán még fizetned kell, hogy lefordítsad. Kiveszed, belerakod egy külön tömörített fájba, és akkor kész, ennyi. Jaj! Meg is érdemlem, itt szidom a magyarítást. Azt mondja, hogy integritás nevelés 25%-kal. Sárga gátakat tudunk áttörni. Sikeres overloadnál speed és protection. HP. Jó, hogy inaktív profilokat töröltek annó. Értem, értem. Aszta, hát ez elég hosszú lett, srácok, és még heal előttünk is. 165%. Ez a 25%-a szerintem kellett ebbe a buildben. Ugye itt éterért lehetne obolitát kivenni. Oda adatkocka kell. Átjöhet a következő terület. Ez mi a fene? Mi volt ez az ebb? Ezek szerint a lila az dash közben is elkap. Hát ezt nem tudtam. Na hát ez... Na még egyszer elkapatta magam. Köszi szépen srácok Sophie-nak a pergetést, köszi. Ezt ugye meg lehetne tisztítani. Az ikor olyan meleg és tápláló. Úristen, kinyúlt valaki. Talán még hozzánk is ért. Ti is fogdosnátok egy ilyet? Hát... Valami, aminek nem kellene léteznie, belém hatol. Tehát ez ennyi, nem? El kell pusztítani a növekedést. Aha. Akkor később kell ide visszajönnünk. Ja, itt van egy ilyen leszedő. Sose iszol, csak eszel. Nekem is mindig azt mondják, hogy sose iszok.
Na nézzük. Új. Hát persze. Hát persze. Hát persze. Megölelnek. A szemetek. Igen, és ez Speedmo Blaster. Ott éppen valami spawnol. Hadd spawnoljon, nem srácok? Mi baj lehet? Gyere, spawnolj! Na hát azt mondjuk nem gondoltam, hogy beleszpónol az arcomba. Jaj, hát ez nem obolita volt? Valamiért én azt hittem, hogy ez obolita. Na de hey! Hát itt már fagyasztanak is minket. Ez nem volt a szerződésben. Ott ezt az obolitát azért lehet, hogy fel kellett volna venni, na mindegy. Na nézzük. Azonnal visszaállítja a CD-t. Hát semminél jobb. Sziasztok, Visa. Sziasztok, srácok. Na nézzük, tehát szilfium gyanta. Kis obolita. Alul is vannak lent érdekességek. Egy cypher. Hoppá. Azt mondja, hogy ez kárt okozhat. Jóló. Egyszer élünk, ugye? Azt is benyomjuk akkor már. Ja, hát ez... izé... malfunction-t okozhat. Valami felébredt itt a sivatag elfeledett múltjában. Engem keres. Az a gond, hogy itt nincs újraéledésem. Boss fight közben szívás lesz. Valamok közben a térképet értelmezni. Rod Glend, mi ez? Lobber. Se látok semmi érdekeset, igazából az opcionális terület fele el lehetne menni. This world is my home in an uncaring universe. I do not wish to leave. On the edge of my sight, sometimes I can see a black sunrise beneath the ocean. When will it break through the surface? I will wait as long as eternity to reach it. Protection, csökkentés, proficiency, növelés.
Hát ebben meg pont belesétáltunk. Azt hittem, hogy jól kalkuláltam ki, de nem. Ellenségek kiiktatása, 10% esély javítása. Ú, de király lenne. Ú, de király lenne. Ja, ide vissza tudunk lejönni. 250 ér van, ugye? 255 ér. Jó. Ne felejtsük el, hogy itt van egy ilyenünk. Hát azért a 10% is valami. Úgyhogy azért mozgatott meg bennem valamit, mert hát itt most nagyon erre a javításra megyünk. Szia Panka, mit mindenkinek? Valami spawnolni fog, ugye? Csalunk az ajtóval. De hogy ilyen, te sose csali. Elszóltok. Ujj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 
Ez az a gond, hogy ügyesebben kellett volna megoldani, mert így a heal, ami esett, az arra jó, hogy visszatöltsem, amit elvesztettünk. Bakker. Ja, a piros cuccot azt én művelem. 250, na. Akkor mehetünk vissza. Szia, Sunrise. De most ezt úgy kéne megcsinálni, hogy nem sebződünk, mert ugye nincsen... Hát, hogy ott van fönt alul, de nem tudok érte elmenni. Na mindegy, ugye? Nem jött össze. Jó. Enemy ölés 10%. Hát nyilván ez bossnál... Bossnál ez... Ment a pirosba semmi izgé nincs? Nem jelzett semmit. Ja, mondjuk valahol étert hagytam. Valahol elhagytam étert, szerintem. De én a pirosban nem láttam semmit tégen, amúgy, mert lehet, hogy volt. Csak figyelmetlen voltam. Itt lesz mögötte a kulcs, amúgy ez tudja, hogy a vége lehetett. És nem.
másik ruhajel. Én jónak látom, srácok, ezt a hílelődést amúgy. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de elég jól. Elég jól jön. Elég jól jön. Hát... ez szerintem, ha azt mondjuk erre a magyar szövegre, hogy magyarítás, az szerintem csúfolás. Ez inkább... magyar szavak vannak a játékban. Integritás javítás, CD csökkentés, obolit integrálása integritása alakítása. Nincs benne alapból magyar nyelv. Ez deep-ellás egyébként. Na, amúgy ez volt az első kedvenc fegyverem, a tachiomatikus karabén. Ennek ugye az az előnye, hogy van ez a deep-ellás történet. Na, ő elhullott, valami kemény enemit fogunk kapni. Aztán. Termogén kilövő. Lezárás feloldva. Na nézzük. Ez kulcsos, ja. Na jó, menjünk oda le. Nézzük meg, mi van ott. De előtte... lefelé megyünk. Ez megint az a gond, hogy nagy szilfium, tehát ezt majd még később kell elnyomnunk. Jó. Amúgy, így amúgy már nem is vészes. Nyilván akkor szívás, hogyha először látod ezt a szobát. Ezt is úgy kellett volna csinálni, hogy elnyomom az itemet, ami heal-el, és akkor a max HP-mat tudtam volna növelni. Francban. Na nézzük a kövi szobát. Jézus. Jó, itt van még egy. Ó,
Ó, oh, külön jelzi a kritikál sebzést. Azt a rohadt. Az egy durvát damol. Mondjuk mi is. Ja, nyomjuk el a hílt. És akkor vegyük fel ezt. Kicsit átlátunk az előbb a falon. Na nézzük. Gondolom ez is egy ilyen pálya végig. Ott van termogén kilövő. Ez is kulcsot fog majd nekünk adni. Idejelme is csökkentés. Megjavítja vagy megakadálya ez egyszer a malfunction-t, utána leválik. Aha. Aha. Na nézzük. Silphium extractor, penge harmonizáló és finisher. És ez void beam-et tud. A sebzés az csökken, viszont a pylon időtartam az nő, és a lövedéksebesség is nő. Aha. Hát amúgy lehet, meg kéne nézni. És ez hogy lő? Hát tudja. Ja, hogy miben másabb a lövés? Ilyen hegesztés. Nem biztos, hogy boss fight közben én így hegeszteni akarok, hogy maradunk ennél. Ez a tracker swarm, ezt elnyomom egyszer, azt csá. Na, opcionális cucc van erre felé. Szevasz, Piló. Üdv mindenkinek, srácok. Töredezett hulladékok 2. Itt van még egy. Elvágva dolgoznak, hogy együtt éljenek. Még egy opcionális hely. Itt vannak az automatonok. Levágott önmagukat csomagolják. Mindenki elbukta a felemelkedést. Szia, vadafak! Mi a helyzet? Ez a tó. Ez a szoptató, srácok. Az autó targetelő dolog amúgy elég jó szokott lenni, de kicsit elkényelmesít. Ja, persze. A másik fegyverre ezt tudni kell, hogy hogy mozog a következő boss? Te mondom, elég para ez a szoba is. Szevasz, madari. Spiritos, klasszikus spiritos volt ma. Sajnos egyikre sincs pénzünk. Most reggelizhetek és pihi? Hoppácska. Jó, megy, még pihi is van. Az igen. Edzés is, meg pihi is. Tök jó, vadafa. Nyomjátok. Hát az esélytelen. Sajnos az most még esélytelen. Nice, Androm. Na, azt mondja, hogy... Jó, megyünk tovább, srácok.
Sajnálom, hogy megdamolódtam. Szia, Adri a második. Elnézitek, hogy megdamoltam? Na, köszi, köszi. Valahogy sejtettem. Ugrás közben elesett. Ez lett a veszte. Javítja az összes meghibásodást. Nice. Ez pont nem töltött fel max HP-r, ami. De 170%. Na nézzük. És hogy ment az edzés, Adri? What the fuck? Jézus madarinálnatok, mi lesz az ebéd, srácok? Jó, azt néztük. Na, mondom, hogy hány százalékig jutottunk el, 175, tehát még 25 kell a 200-hoz. Azt néztem, hogy mi van a bottal. Én nem válaszol. Így van, cirkusz, nyomtam PS-en is ezt a gémet. Na, hova megyünk? Vissza a legelőre. Egyre. Hát igazából Konix, hogyha rám szólsz, amikor nem streamelek, hogy csináljam meg, hogy ékezetesen is működjön ez a parancs, akkor simaliba. Hát nem tudunk venni semmit. Hát igen, túlzásba viszed itt az edzést, Adri, aztán még bajok lesznek. Erre voltunk? Voltunk, itt kezdtük. Volt egy ajtó, ami nem tudtunk túlmenni. Ide adatkocka kell. Melyik volt ez az ez? Ez lett volna az? Ez volt az. A magyarítás a gap.monsterről van. Szokatlanul sok az ellenség, azt mondja. Ne haragudjatok, de ezt nem értem. Hol van sok enemy? Hogy már amúgy nem tudunk sem az ajtóról le kell lőni a cuccot, komolyan. Wow. Ez erre sehogy nem jöttem volna rá. Oké, okay. Köszi szépen. Nem tetszik ez nekem, srácok. Hát nyilván amúgy okkal.
Fúj. Jaj! Meg az azt hittem vége lett. Ja, hát ez sárga volt, ami az lila volt. Jézusom. Itt még van még egy! Jézus, hát itt is volt még egy. Édes Istenem. Jaj. Elfelejtettem, hogy a lilát azt nem lehet kikerülni. Pancba. Ez szívás. Ott van egy csomó heal. Azt nem tudom, hogy most... Ja, előre kezdődik. Hát ez a szoba jól megszivatott, sajnos. Na hát. Na persze. Léci, ne, köszi. És valami ott spawnol alul, valami veszélyes. Kettő is. Azt a rohadt. Oké, okay, mindenki meghalt. Jó. Megpróbálunk megbosszulni. Mi is ez? Obolított alakítát integritássá, és mi van még itt? CD visszaállítás, meghibásodás, javítás. Hát ez egy szivatós szoba, az fix. Az fix. Na nézzük. Valaki még itt nyomja a mélizéseket. Egy életem, egy halálom, srácok.
Jó! Ez Dora volt. Speedmo Blaster. Oh. Gyantát dobhat az ellenség halálakkor. Azt mondja, hogy melyiket cseréljük. A CD visszaállítót. Amúgy ezeket kéne használnom, basszus. Ez mi a manó? Ez az volt, amikor alig éltem, és azt gondolom, hogy honva belehúkoltam magam a karikába. Dreadbound. Hú, ez valami csápos fegyver. Ez ilyen, kilövöm és így visszajön. Wow, de érdekes. A játék legszarabb vagy a legkomolyan. A találat hatására a ruha lövedéket bocsájt ki. Na hát amúgy ez is kell. Ha 100% aimed van, akkor jó. Ja, hát akkor mindjárt vissza is megyek felvenni. It's done. The way is open. But I may have caused the gods to abandon me. Na. Ezzel könnyen pontot tehetünk, srácok, a stream végére. Tehát vagy megöljük, vagy meghalunk, igazából mindenhogy vége. Na nézzük. Tehát hiet tudunk kivenni. Integritás, javítás. Ez a sárga cucc. Overload. Azt kell megnézni, szerintem esélytelen, de megnézzük. Ja, hát igen, ez már nem működik, mert már használtuk. Na, overloadot erősítünk, ez ugye akkor van, hogyha a sárgát eltaláljuk. Hát én el szoktam találni a sárgát néha. Mire költsem az overloadom, annos lehetne gyűjtögetni egyébként, igen. Szemtanúja voltam az ikori vízesésnek, az üreges végtagok kifelé nyúlnak, a teremtő pusztító belesüllyedt a medencébe. Egy elfojtott emlék, a mumifikáció, a neve... Nem derül ki. Na! Hello! Ez itt már a vég? Valahol itt van a lót. Újabb technológia az istenektől. A nagyugrás. Ezzel mélyebbre lehet menni. Akkor ez lesz jó a vízhez. Mostantól ellenáll a víz alatti területeknek a ruhád. Jó. Hát akkor... Let's go. Deep.
Nem volt boss. Fehér árnyék, az elkerülhetetlenről nem tudva, ezúttal gondolkodás nélkül cselekszem és nyúlok a szó szerint a semmiből. Az oka, amiért itt vagyok, a fekete árnyékok váltakozása egy űrhajós alakjában, aki azzá vált közlekedési tükröződés. Na hát, srácok. Utolsó előtti pálya. Azt hittem boss fight lesz. De mint látjátok, itt nagyon nem arra utal a game, hogy boss fight lenne. Nem figyeltem az egész streamet, de ott fenn, ahol leugrottál a mélybe, volt egy kulcsos ajtó, oda bementem. Bementem, ott kaptam meg azt a cuccot, amivel... mit is kaptam meg? Azzal tudtam a pirosba menni? Nem. Valamit ott kaptam meg. A kezemre valót. Nem tudom. Valami lootot kaptam meg ott, csak már az egy... nem tudom mikor volt. Lávajárás. Így van. Az volt az, Andi. Nem a három kulcsosra gondolt, Andi, hanem arra izé kulcsosra, aminek most a kulcsnak nem jut eszembe a neve. Antropián kulcs, azt hiszem. Ja, az lesz az. Úgyhogy a lávajárás az nem maradt ki. Jól van. Srácok, utolsó előtti pálya. Innen folytatjuk legközelebb. Hát nem gondoltam amúgy, hogy sikerül haladni ennyit. Ugye végigmentünk az Echoing Ruinson, végigmentünk a Fractured Wastes-en, és most az Abyssal Scar-ba érkeztünk. Hát még ez nem a vége, de nagy valószínűséggel, ha ügyes vagyok, akkor a következő streambe be is fejezzük a játékot. És jelenleg ott tartunk, hogy 9 óra. 9 óránk van jelenleg a gameben. Ha befejezzük a játékot, alatt értem azt, hogy a végére érünk a sztorinak, de mint láttátok, a sztorinak úgymond sosincs vége. Legalábbis ezt az érzést kelteti veled, hiszen mi most nagyon távolra jutottunk, nagyon kevés halállal. Talán amúgy ez az ötödik halálunk. Vagy talán az ötödik halál történt meg ebbe a streamben. Kifogott rajtam az Echoing Ruins, de csak egy jó fegyver kellett. Úgyhogy hát végül is sikerült szépen haladni. Itt meg meglepődtem, hogy nincsen boss. Meglepett, hogy ennek a végén nem volt boss. Bár azért valljuk be, a kulcsok összegyűjtéséhez szükséges követelmény is elég magas volt. Az is elég magas volt. Úgyhogy, srácok, várom már a következő Returnal streamet, ami valószínűleg egy hét múlva lesz, legalábbis a jövő héten lesz. Bár, hát ki tudja, hogy mikor alakul úgy, hogy Returnal-ezni támad kedvem. Természetesen streamben. Úgyhogy, ez király volt.